Sziasztok, Simon Tamás vagyok, és mai részünkben itt a Fogarasi úti SXL Fitnessben adunk egy kis betekintést párommal való közös edzésünkben. Márkus Konstanci Európa bajnokot láthatjátok ma velem. Sziasztok! Koni, hogy is kerültél a sportban? Mikor indult ez az egész? Meséljük el a többieknek. Ha jól tudom, nem a fitness világával kezdted, hanem valami labdajáték volt, csapatjáték. Igen, röplabdáztam 8 évig, és utána felköltöztem Budapestre, és hát megismerkedtem a testépítés világával, és már az elején vonzott a versenyzés, csak hát nem volt bátorságom ennek nekiindulni, és 2018. szeptemberében elkezdtem az első szezonomra a felkészülést. Tehát akkor a röplabdázás után ugye belekerültél a fitness sport világába, és ha jól tudom, egyből olyan vetted, és edzővel is indult a munkád. Igen, hisz ezt máshogy nem is lehet csinálni, mint hogyha az ember komolyan veszi. Az első szezonomra a felkészülést Tapolcán kezdtem el 2018. szeptemberében Bolla Józseffel, majd utána a továbbiakban Budapesten folytattam Fekete Balázs csapatában. Vezetésével, igen. És hát az első versenyem az a PC volt, ott második helyezést értem el. Ez 2019 tavasza. Igen, igen. És ott hatalmas nagy motivációt kaptam a továbbiakhoz, valamint nagyon sok-sok pozitív visszajelzést. Aztán a második versenyem az egy magyar bajnokság volt, ott a kategóriámban sikerült az első helyet elhoznom, ami hatalmas nagy öröm volt számomra. És így ugye bekerültem az abszolút választáshoz, ahol szintén megnyertem, és az egy hatalmas nagy élmény volt számomra. Első szezon, második verseny, és egyből abszolút bajnok lettél. Igen. Magyar bajnoki szinten, nem semmi. Igen. Gratulálok. És ezután volt az, hogy a szövetséggel ugye Európa bajnokságon vettél részt, a WBPF szövetség égisze alatt. Így van, és az Európa bajnokság ugye ez itt volt megrendezve Budapesten, ott is a sportmodell kategóriába indultam, megnyertem a kategóriámat, és ugyanígy szintén az abszolút választásra került sor, hogy sajnos nem értem el helyezést, de én úgy gondolom, hogy ez első szezonra ezek az eredmények. Hát egyből behúzni egy Európa bajnoki címet, az nagyszerű. És az bizonyítja, hogy a szakma abszolút elismerte az arányaidat, a minőségedet, a kisugárzásodat, és igazából az összképet. Igen, és erről igazából álmodni sem mertem én az elején, úgyhogy... Na, gratulálok, és ugye pont ebből adódóan történt az, hogy ezekre az eredményekre figyeltem fel én is. Ebben az évben, egy július környékén, augusztusban, és akkor írtam rá Konira, amikor még nem ismertük egymást, hogy szeretném a Mania Fitness Report sorozatba vendégünk lenne, és mesélne az első nagyszerű sikereiről, hogy első szezonban egyből Európa bajnok lettél. Ugye amire sajnos nem került sor. Hát az az én hibám, hogy ez kicsit elhalasztódott, mert ugyebár egyeztetéseink során a beszélgetés tovább és tovább fonódott, és addig beszélgettünk, még egymásba szerettünk, mondhatom, igaz? Igen. Úgyhogy kicsit húztuk, halasztottuk ezt a riportot, de végre elérkezett ez a pillanat, és most ebben a szezonban, ebben a felkészülésben Balázsékkal hova készülsz? Hát úgy alakult, hogy az őszi szezonomat is elkezdem, és de ezt annak köszönhetem, hogy hát meghirdettek a HBPF szövetségi szponzorációs pályázatot, ami azt akarja, hogy 6 szponzorált versenyzőt kiválasztanak, és őneki állják a VB-re való kiutazást, a nevezési díjat. Igazából kompletten az egész felkészülést fedezik, és a kiutást a világbajnokságra. Ami nem kis dolog, mert Dél-Koreában lesz, ugye én is, mint kísérő elmegyek a csapattal, ugye természetesen ott szeretnék lenni veled. És képzeljétek el két átszállást, tehát Budapest, Doha, utána Zsezsú szigete. Igen. Úgyhogy fogunk utazni bő 16-18 órát, ez egy nem kis procedúra lesz, mivel azért egy versenyzőnek beszálkásítva, bediétázva nagyon figyelnie kell a formájára, hogy az megmaradjon. Ugye, hogy ne vizesedjél, ha lehetséges, és ugye ne laposodjál, hogyha ez elkerülhető.
itt valószínű, hogy azért ez egy picit meg fog történni, de az a jó, hogy már hétfőn elindulunk, igaz? Igen. És mikor fogunk kiérni? Hétfőn kiindulunk, kedden odaérkezünk, kedd este, késő este, és szerdától már mehetnek az edzések. Igen. Hát igen, szerdán és csütörtökön még fogsz edzeni, mert szombaton áll színpadra. Igen, szombaton állok a színpadra. Az a szerencse, hogy ha esetleg vizesedsz, ugye azért, ahogy a Balázsékkal is egyeztetve lesz, ugye kimegyünk, figyeljük a formádat, és még tudunk rajta korrigálni. A megfelelő vízhajtást azt ott fogjuk végezni ugye kint, a repülőt után, tehát az helyrehozható, és a töltés ott szépen nyugodtan a szállodába elkezdődött több nappal szépen a verseny előtt, és szombaton egy remek VB-esélyes formával felállhatsz a színpadra, igaz? Hát reméljük. Nagyon várod. Nagyon, iszonyatosan. Ez volt az álmom, úgyhogy... Elérkezett. Így van. Hány hét diétán vagy túl? Már szerintem bő 4 hónap? Hát 5. Ötödik hónapban vagy benne, igaz? Azért egy hosszú diéta, aki diétázott már valahogy és versenyt, az tudja, hogy azért a 12-16 hét se egyszerű, nem hogy az annál több. Igen, de megéri. De megéri. Szépen berendezkedtél erre. Eljöttél az edzőtáborba, igaz? Mindig cukkoltam, amikor ismerkedtünk, hogy gyere el az edzőterembe, ott leszel nálam, egy jó edzőtábor lesz. Ez hát hol... elég hamar eljött ez az edzőtábor. És elég hosszú lesz valószínű, nem? Na, kövessetek minket figyelemmel. Mai edzésünkön megnézhetitek, hogy ez általában, vagyis mai részünkben megnézhetitek, hogy általában edzésünk hogy telik. Ugye javarészt heti 2-szer Balázsékkal edz, Balázsral és Bettivel. Igen, Ékoni. Bettivel a pozoktatás megy. Igen. Balázsa, meg az edzések. Igen, ott mindig megtörténik a formacsekkolás, a heti egyeztetés, étkezést illetőleg. Én meg most már az utóbbi 2 hónapban Koni motiváló edzőtársa vagyok, és párja egyben. Úgyhogy igazából így haladunk a versenyfelkészülésben. Kövessetek minket, kimegyünk a VB-re, és amint hazajöttünk, élménybeszámolóval készülünk. Iratkozzatok fel csatornánkra. Sziasztok! Sziasztok! Got me loving in the morning, got me singing in the pouring rain, got me wrapped around a finger, I'm perfect in the palm of your hand. Message couldn't be much clearer, like a metaphor and make-believe. If somebody would've pinched me, now it'd be the end of this dream. Well, pardon my manners, just something about you turns me to a savage. I'ma be honest, I can't help but stare. Yeah, I'm losing my balance. Got me running in circles around you to please. Yeah, I do what I need to. So pardon my manners, just something about you turns me to a savage. Thank you.
just something about you turns me to a savage. If I'ma be honest, I cannot but say, yeah, I'm losing my balance. Got me running in circles around you to please, yeah, I do what I need to. So pardon my manners, just something about you turns me to a savage. And baby, every time you walk by, I can feel your magic in the air. Promise this ain't a drive-by, I'm tryna sweep you up and keep you there. Got me running in circles around you to please, yeah, I do what I need to. So pardon my manners, just something about you turns me to a savage. Savage.